Egy nemzetközi újságírói együttműködésnek köszönhetően jutottunk hozzá a kiszivárgott dubai ingatlan tulajdonosokat tartalmazó listához. Ennek a magyar szállai dolgoztuk fel, 270 olyan ingatlanról tudunk Dubajban, amely a magyar tulajdonosokhoz köthető. Közöttük találtunk egy olyan üzletembert, aki három éve úgy hagyta el Magyarországot, hogy 101 millió forint adóval tartozik, és ezt nem lehet rajta behajtani, mert külföldre távozott. És ekközben Dubajban nagyértékű ingatlanok vannak a nevén. A listán találkoztunk Nyerges Zsolt, az ismert, korábban Fidesz közeli oligarchának a nevével is. Neki egy luxus apartmanja van, egy pálmafa formájú mesterséges szigeten. Őt felhívtuk, azt tudtuk meg tőle, hogy azért nem élvezi az ingatlant, mert oda állandóan homokos szél fúj a teraszra. A cikkeket megtalálod a leírásban.